Eperes Károly első rendezését tűzi műsorra az M5 csatorna február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A Magyar Passió című nagyjátékfilm tavaly debütált a hazai mozikban. Története az 1950-es években játszódik, felidézi azt az időszakot, amikor a kommunista diktatúra erőszak szervezete brutális támadást indított a szerzetes rendek ellen. A részletekről Zoltán kérdezi vendégeit. Eperjes Károly, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a film rendezője és főszereplője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És Dudás Viktor filmszakértő. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket! A Magyar Passió főhősei fiktív szereplők, de ahogyan elhangzott, az események középpontjában megtörtént dolgok állnak. Az 1950-es évi szerzetesrendek betiltása, szerzetesek, papok, apácák ezreinek kitelepítése, ez a történelmi trauma. Miért ezt választotta első rendezésének témájául? Más forgatókönyvekkel készültem, de 5 évvel ezelőtt Várnai Péter, címzetes prépost barátom, egy egészségügyi probléma miatt az energiáit színművek írására fordította, és kérte, hogy olvassam el. Sőt, azt is kérte, hogy az egyiket játsszam el, Krisztus Inge címmel, és rendezzem meg. Mondtam, nem úgy van. De hogy foglalkoztam vele, azt éreztem családi okból is, mert az egyik papnagybátyámat 62-ben engedték ki, Vajk Gyula bácsit, dr. Eperjes Ernőt pedig egészen Münchenig verték. Úgyhogy akkor azt gondoltam, hogy ebből filmet kéne csinálni, mert sokkal szélesebb a téma, mint a színpadi műnél. Ő ebbe belement, kerestünk egy producert, Habermann Jenőt, ismertem korábban Hindenburgből, Mansfeldből, és aztán másfél évvel ezelőtt egyszer csak jött egy hír, hogy itt van a lehetőség, csináljuk meg. Én nagyon, nagyon fontosnak tartottam, azért tartottam fontosnak, hogy ebből film készüljön, mert a lengyeleknek van egy katyinjuk, és ott 40 milliós néphez, ha 22 ezer embert belelőnek az árokba, katyinba, az nem akkora arány, szabad így mondanom, mint egy 15 milliós népből 12 ezer, 8 ezer apáca, körülbelül 4 ezer férfi szerzetest kiszedni. A mai napig érzi a nemzet ezt a traumát. Tehát nekünk 1950. június 8-a az olyan, mint a lengyeleknek a katyin. Tehát egy éjszaka nekiindult az AVH eltüntetni a katolikus szerzetes rendeket. Ennek az volt az oka valószínűleg, hogy már az izraeliták, a reformátusok, az evangélikusok már aláírták az egyezményt az egyházzal. És a katolikusok még mindig nem. És annak a legerősebb része, gondolom én, ők is így gondolták, a szerzetes világ. Tehát őket meg kellett törni. Már Mindszentit már bevitték a börtönbe, tehát még ez volt egy utolsó attak. A magyar történelemnek ez a része, ez az időszaka, ez mennyire elbeszélt a filmes eszközökkel, mennyire hiánypótló ez a mű? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a magyar történelem fontos eseményeiről nincsen túl sok filmes emlékünk. Amikor így március 15-e közeledik, akkor is mindig ráeszmélünk, hogy erről a korszakról nem nagyon készült film, mint a 48-as eseményekről. De a Magyar Passióban taglalt periódus is, ha most így filmeket kell mondanom, akkor néhány, amit így tudok mondani, az Angivere, a Ménes gazda, a Terongyos élet, de azok a filmek sem ezt a történelmi traumát mesélik el, és valóban az, hogy a magyar népnek, amelynek ugye a kereszténység egy nagyon-nagyon fontos alapillére, egy ilyen támadást kell, hogy elszenvedjen, ez valóban egy annyira fontos gondolat, amit azt gondolom, hogy muszáj az utókor számára is egyértelműen filmen megmutatni. A magyarság gyökereit képező kereszténységet akarták elmozdítani. Milyen hatása volt akkor ennek a társadalomra? Hát a filmből ez kiderül, érdemes megnézni majd, mert volt, ahol nagyon kiálltak, felvették a konfliktust is, volt, ahol hát az iskola, később az iskolák eltüntetése, hát végül négy szerzetes rendet engedtek úgy, ahogy működni, a mai napig is ezek a szerzetes rendek azóta is működnek, persze azóta jó pár, hál' Isten visszakapta a lehetőségét. Hát ez
szanaszétmentek a világba, eltűntek, börtönökben volt sok ház. Hát volt, aki 62 után szabad, az egyik padnagybátyám is. De volt, aki még később. Tehát Lénárt Ödön, hát mikor szabadult? Te jó Isten, nem is tudom, 72-ben vagy mikor? Borzalmas történet. Úgy tudom, hogy szándékai szerint nem ön lett volna a rendező és a főszereplő sem. Igen. Mi mozdította el a mérleg nyelvét, és hogyan hatott önre Leopold Páternek a megformálása? Jó lehet, Várnai Péter szerette volna, hogy én rendezzem, én játszom. De kétszer voltam covidos, most már háromszor, most abból is kijöttem, ha jó Isten megsegít, akkor talán így lesz. A gyártásvezetőnk, Isten nyugosztalja, Horváth Attila, aki remekül előkészítette az egész filmet, sajnos belehalt a Covid-ba. Úgy éreztem, hogy pláne a Covid után, hogy se szuflám, se spiritusom nem lesz annyi, hogy én ezt el is játszam, meg is rendezem. Nem a főszerepet, mert az Telekes Pepi, hanem a központi Leopold atyát. Fölkértem, most nem is szeretném mondani, hogy milyen minőségi rendezőket, azt mondták, Szamóc, ez a te filmet, te már évek óta foglalkozol vele. Akkor remek színészeket is fölkértem, azt mondták, Szamóc, hogy játszom, amikor ez a tiéd. Volt, aki azt mondta, hogy az életállapota nem olyan, hogy most ezt megcsinálja. Sőt, magasrangú papot is fölkértem rá, papbarátomat, és komolyan vette, de ő is azt mondta, nem. Úgyhogy rajta maradt. Habermann elő azt mondta, ne nagyon ágálj ellene, ez úgyis a tiéd. Két héttel a forgatás előtt ott álltunk, hogy nekem kell rendezni, nekem kell játszani az egyik fontos szerepet. De nagyon jó kollégák voltak, nagyon jó volt velük dolgozni, és nagyon beleszerettem, mert nagyon... Na, olyan, mint a játékos edző. Tehát, hogyha az ember jól játszik, és az ő feladatát jól csinálja, az motiválja a többit is. Szóval én ebbe beleszerettem. Szóval a Mel Gibsontól kezdve, aki egyébként a héten itt van és nézi, úgy tudom, és akár a Várkonyi tanár úr, de hát a Rudolf Petty, vagy a Koltai Robi, vagy a Kern Andris is csinált már ilyet, és meg tudom érteni őket, hogy ebbe bele lehet szeretni. Eperjes Károlynak és Dudás Viktornak köszönöm szépen, hogy itt voltak és mindenről beszélhettünk. Az M5 csatorna tűzi tehát műsorra február 25-én. Érdemes megnézni a filmet. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.